Európából úgy látszik, hogy az általunk ismert világ nagy része az köszöni jól van ezekben az években. Egyedül Európa az, amely nem csak a kiútat nem találja, hanem stratégiát sem feltétlenül tud már gyártani a kiúthoz. Trautmann László, a Magyar Közgazdasági Társaság fejlődés gazdaságtan szakosztályának elnöke van itt velünk a vonalban. Ugye a G20-ak tanácskozásán legalábbis, hogyha a sajtóanyagokat, híradásokat, kommunikéket nézi az ember, azért mindenről volt szó, csak a G20-ak eredeti értelméről, világgazdasági folyamatok, trendek meg lehetőségek értelmezéséről nem. Legalábbis korlátosan szivárogtak ki ilyen tételek a világ sajtóba. Az orosz-ukrán háborút végül azért majd a gazdasági kényszerek fogják leállítani? Nem hiszem, inkább arról van szó, hogy a gazdasági kényszerek azok valójában a hosszú távú politikai, biztonságpolitikai kényszereket közvetítik. Tehát annak érdekében, hogy a konfliktus ne eszkalálódjon tovább, gazdasági eszközökkel is kezelik a problémát, és megfelelő fejlődési pályát találnak minden régió, minden terület számára. A G20-ak tanácskozásának ez az ellentmondásos eredménye éppen azt jelzi, hogy most egy turbulens időszak van a világgazdaságban, mindenki, meg is a világpolitikában, mindenki keresi a helyét, és ezért egyelőre az új intézményrendszer, az új fogalmi keret felállítása zajlik most tulajdonképpen. De a háború hívta életre az új fogalmi keret felállításának szükségességét? Nem. A háború az tulajdonképpen annak a problémának a kifejeződése, amit John Mersheimer, amerikai geopolitikus, a geopolitikával foglalkozó szakember úgy mondott, hogy a liberalizmusnak vége van, és egy új korszak kezdődik el. Ezt ő a realizmus fogalmával közelíti, ami azt jelenti, hogy az elmúlt 30 évnek a neoliberális gondolkodása nem adott fejlődési pályát, vagy nem olyan, nem elég jó fejlődési pályát adott hosszú távon az egyes országok számára, és meg kell találni azt, hogy akkor viszont mi a fejlődési pálya, de ez egy elméleti kérdés is a szónak abban az értelmében, hogy meg kell mondanunk, hogy mi a jó élet, ahogy Mersheimer fogalmaz, tehát mi az, amit igazán kívánatosnak tart minden ország, minden kultúra, minden terület, és amiben azt gondolja, hogy előre kell lépnie. Na de hogyha ideológiai értelemben a liberalizmust a realizmus váltja föl, akkor ezt, hogyha megfeleltetjük az eddigi gazdaságpolitikáknak, akkor ez azt is jelenti, hogy a liberális gazdaságpolitika nem volt reális, vagyis nem volt fenntartható? Az elmúlt 30 évben ez egy kényszer volt, ez egy szükségszerű átmenet volt, inkább így fogalmaznék. Ez a fajta liberális, vagy neoliberális, inkább nevezzük talán neoliberális gondolkodásnak. Azért szeretném elválasztani egymástól a kettőt, mert a klasszikus liberális gondolkodás a szabadság eszmét őrizte. Azért a neoliberális szemlélet, különösen a mi térségünkben, ezt a szabadságot nagyon egyenlőtlenül fogta fel. Néhányaknak lehetett szabadsága, sokaknak azért nem, de elkerülhetetlen volt ez az időszak. Ezt most le kell zárni, és egy új rendet kell teremteni. A mi állításunk az az ebben az ügyben, hogy a jogállamiság, az emberi méltóság fogalma lesz az, ami köré szerveződik majd az új gondolkodásmód, és az átmenet a neoliberalizmusból, a liberális demokráciából ebbe az új rendbe, az emberi méltóság központú ideológiába, ez az, amit realizmusként lehet összefoglalni. Hát amikor ezt mondja, hogy a neoliberalizmus vagy a neoliberális gazdaságpolitikának még akkor is, hogyha kényszer volt, de azért egy alapvető hatása volt, vagy leíró jelleggel meg lehet róla állapítani, hogy sokaknak lehetett szabadsága, de szintén sokaknak meg nem, akkor azért eszébe jutnak az embernek ezek a mondatok valóban, hogy a mocsár lecsapolás, akkor nem a békákat szokták megkérdezni, ugye láttunk, vagy hallottunk ilyet itt a mi térségünkben és Magyarországon is ilyen példákat. Gazdaságpolitikai értelemben ez a, hogy is fogalmazott, az emberi méltóság kerül középpontba, ez alapvetően egy más berendezkedést feltételez? Abban az értelemben igen, hogy az emberi méltóság fogalma határozza meg a politikai és a gazdasági intézményrendszer működését, tehát kétségtelen ez egy formaváltás
a politikai intézményrendszer egészében, és minden szinten, tehát ez jelen van a globális szinten is, regionális szinten is, a nemzetállamok szintjén is, és lejjebb is lehet menni önkormányzatok, stb. Tehát kétségtelen, hogy ez, ez határozza meg a központi gondolatot. Ha már szóba hoztam a Mörsheimernek a könyvét, amelyik nagyon nagy hatás egyébként Magyarországon is, ugye ő ezt a szív törvényeként is összefoglalja, tehát hogy azért ez az, ami az embert emberré teszi, hogy követi az értékrendet, ami a szív törvénye, hogy a klasszikus filozófiai hagyomány idézzem, és ehhez kell igazítani a gazdasági tevékenységet is. Megint úgy lehet ezt jól talán közelíteni, ha szembeállítjuk a neoliberális gondolkodással, amelyik az önzést tekintette a gazdaság hajtóerejének. Ez a nézőpont tartatlan ma már, ezzel szemben van ez az emberi méltóság és a szív törvénye. Azt azért hagyd tegyem ezt hozzá, hogy a gazdasági kategóriák ettől még megmaradnak, szóval lesz profit, lesz bér, lesz egyéb jövedelmelosztási fogalom például, csak ennek a forrása, az értelme, a nagysága az az, ami alárendelődik az emberi méltóság kategóriájának. Hát most nagyon pörgetem magamban a diafilmet, hogy próbáljak erre analógiát hozni, ön tud. Európában maradjunk valóban a mi térségünknél, vagy a számunkra legfontosabb integrációs közegnél. Európában már látja ennek az új világnak a képét? Elindult már ez a folyamat? Igen, nem csak Európában, Magyarországon és a fejlett országokban is. Hogy Magyarországra hozzak példát, például a szövetkezeti gondolat előtérbe kerül, például az, hogy a szolgáltatás fogalma az egészségügy oktatás problémájának a megoldása, ott az igazi elméleti kérdés, vagy az elméleti probléma, hogy azok hivatások, tehát hogy amit meg kell fizetni természetesen, de akkor is az egy olyan tevékenység, ami a segít, a szolgálathoz kötődik. És ez nem magyar jelenség, a világon mindenhol nagyon sok gond van az egészségügyel és az oktatással, tehát ezek az ágazatoknak az előtérbe kerülése egy gondolkodásbeli váltást is jelent, mert a profit szempontot összhangba kell hozni a gondoskodásnak a követelményével. Ez egyébként egy iparpolitikai fordulat is, ez a másik elem, amit a G20-aknál is előkerül, csak hát globális szinten egyelőre kevésbé látszik ez az iparpolitika, de most van egy iparpolitikai váltás, hogy bizonyos ágazatokat támogatni kell a fejlődés érdekében. Ezt egyébként az iparpolitikai fordulatot körkörös gazdaságként szokták összefoglalni. Tehát, hogy minden terület, minden ágazat, minden kulturális egység találja meg azt a forrást, azt a hagyományt, ami az ő fejlődését segíti, ami a beilleszkedését lehetővé teszi a globalizációba. Ez megint különbség a neoliberális korszakhoz képest, ahol az exportorientáltságot azt úgy fogták föl, hogy mindegy, csak el lehessen adni. Tehát bármit lehet termelni, a lényeg, hogy legyen piaca. Ezzel szemben most az a fejlesztési stratégia, hogy meg kell találni azt a területet, hagyományt, amire mi büszkék vagyunk, és amit el akarunk ismertetni a világgazdaságban, és abba az ágazatba érdemes fektetni. Ez világjelenség, ez a fajta iparstratégiai váltás, vagy iparpolitikai váltás. Ez is bizonyítja ezt a kultúra központuságot, és a kultúra az voltaképpen az emberi méltóságnak az alkalmazása a konkrét területre. Azért furcsa egyébként ez a példa, az elmúlt 30 évünket, sőt, akár az elmúlt 60 évünket alapul véve, vagy megfeleltetve ennek az ön által most elmondottaknak, mert eddig a kultúra volt az első olyan terület, ahonnan kivontak, hogyha valahol megszorítani kellett. De mondok mást is. Említi itt a hivatásokat, amiket persze meg kell fizetni, meg más természetesen ezeknek a társadalmi megítélése, meg a társadalmi hasznossága, mint bármilyen más szakmának. De ennek ellenére, hogy most ezek előtérbe kerülnek, hogyha csak a minket érő impulzusokat nézem, az elmúlt 30 évben is állandóan előtérbe voltak. Ezek szerint a neoliberalizmus az csak használta ezeket, vagy felhasználta ezeket, de abban az értelemben nem támogatta, nem segítette őket, ahogyan mostantól segíteni kellene? Ugye a neoliberális gondolkodásnak része a kultúraellenesség.
Tehát, hogy a kultúra az igazából nem segít a gazdasági tevékenységben, hát olyan jótékonykodás, meg akkor a gazdag ember eljátsza azt, hogy ő még a kultúrához is ért, nem elég, hogy sok pénze van. Volt ilyen jellege ennek az elmúlt 30 évnek. Ezzel szemben most az állítás, vagy az látszik a gazdaságfejlesztési elképzelésekben, hogy a kultúra köré kell szervezni a gazdaságot, mert a kultúra az gazdasági tevékenység is. Tehát a kultúra az nem csak azt jelenti, hogy este elmegyek színházba, és a régi viccel élve benyalom a színház egyet a brigádnaplóba, hanem az egy termelési kultúra, munkakultúra, az együtt gondolkodásnak, közös gondolkodásnak a formája, és ezt kell tudni támogatni annak érdekében, hogy a gazdasági fejlődést érjünk el. De talán megint egy konkrétabb példával élve, a kultúra adott esetben a Kodály módszert is jelenti, és a zene az segít bennünket abban, hogy nagyon jobb gazdasági teljesítményt érjünk el. És erre érdemes akkor támaszkodni. Igaz-e az, hogy most az, amiről ön az elmúlt 10 percben beszélt, az akkor fog tudni önmagának érvényt szerezni, meg egyáltalán kilépni a fényre, hogyha befejeződik a szomszédunkban az orosz-ukrán háború, mert minden, ami gazdaságpolitikai, meg tervezési, meg stratégiai döntés, azt nem csak magyar, hanem európai szinten, most ezen a fénytörésen, az orosz-ukrán háború által gerjesztett, vagy világ elé rakott prizmán keresztül szemlélik és határozzák meg a világgazdaság alakítói stratégiái. Igen is, nem is. Az elmúlt 5 évet együtt nézzük, tehát a COVID, aztán utána a háború, a török földrengés egyébként például, azok azért jelzik azt az átalakulást, amik katalizálják ezt a közös gondolkodás kényszerűségét. Tehát igen, a háborút akkor tudjuk leküzdeni, hogyha ez a fajta iparpolitikai szemlélet, a körkörös gazdaság, a neoliberalizmus magunk mögött hagyása, az megtörténik, ez következetesen megtörténhet, de ezért, tehát hogy a háború problémája az egy önvizsgálat minden ország, minden terület, minden régió számára, és ez az önvizsgálat folyik most mindenhol a világon. De ebben a helyzetben van arra lehetősége Európának, hát most tulajdonképpen el is szakadhatunk akkor akár a háborútól, hogy gazdasági, pénzügyi értelemben előre meneküljön? Mert most csak hogy akkor lerántsuk a hétköznapok szintjére a beszélgetésünket. Most lehetne persze befektetni mondjuk a karbonmentes energia ágakba, ehelyett hitelfelvétel van és többszörös áron vásárolt energiahordozók, vagyis fogyasztási költségek vannak, működő tőke, meg jövőbe való befektetett tőke arányaiban talán kevesebb, mint amire szükség lenne. Ugye a probléma az Európával, az Európai Unióval, hogy valóban meg kell találni ebben az új világgazdasági rendben a helyét, tehát képesnek kell lenni megtalálni, vagy stratégiát alkotni ehhez az új helyhez, ami azt jelenti, hogy a nyugati szövetségi rendszer része, de Eurázsiában van. Ezt a kettősséget kell tudnia megoldani az Európai Uniónak. Úgy is mondhatnánk, hogy a keleti orientáció és a nyugati orientáció közötti összhangot kell tudnia kialakítani. Kétségtelen ennek van egy szervezeti, politikai problémája, hogy akkor a döntéshozási folyamat az Európai Unióban hogyan kell, hogy javuljon, hiszen azért az elmúlt 30 évben megint csak ott a dominás a nyugati orientáció volt, tehát nyugatra akart az Egyesült Államokba exportált mindenki, és kevésbé fordultak a keleti térség felzárkóztatása felé, különösen Oroszország felzárkóztatása irányába. Szóval az a szempont azért némileg háttérbe szorult. Nyilván Európának meg kell találnia ezt a szerepet. Nem nagyon van alternatíva, tehát azért az Európai Unió nem szűnhet meg, sok ok miatt sem szűnhet meg, elsősorban globális tényezők miatt szükség van az Európai Unióra. Ez egy küzdés, hogy hogyan lehet ezt megtalálni. És nyilván ez ebben, tehát itt az egyik kérdés, hogy a társadalmak, a politikai intézményrendszer hogyan fogadja be ezt a változást, különösebb konfliktus nélkül. Hiszen azért minden közgazdász tudja,
vagy gazdaságpolitikus, hogy a döntések megrázkutatást okoznak, és meg kell találni azt a döntési szintet, ami még elviselhető a társadalmak számára. Bizonyos szempontból ez a politika tudománya, a művészete. Ezt csinálja most az Európai Unió. Én biztos vagyok benne, hogy kiforja magát a festésen szólva a megoldás. Idő, amíg ez kialakul.